illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. A kormányváltás követően Bakondi tábornok úr vezetésével kezdődött el a katasztrófa védelem átalakítása. Jelentős átszervezés történt, államosították az önkormányzati tűzoltóságokat, sok technikai eszközt is államosítottak, illetve áthelyeztek, és nagyon jelentős átszervezés történt személyügyekben is, hogy a 19 területi igazgató közül 17-et leváltottak és lecseréltek. Az új szervezettel és az új vezetőkkel szemben mind a tűzoltók, mind a polgárvédelmisek körében a mai napig is jelentős kritikák fogalmazódnak meg. Ez valahol érthető, de mégis probléma, hogy ezeknek a kritikáknak a jelentős részét igazolja az, ami március 14-15-én Magyarországon történt. Az M1-es autópályán végzett mentési munkálatokról 16-án az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság nevében Kósa György dandártábornok, az Országos Iparbiztonsági Felügyelő nyilatkozott. Már önmagában érdekes, hogy az Iparbiztonsági Főfelügyelő nyilatkozik a hófúvás következtében az autópályán csapdába esett gépjárművek mentéséről. Azonban még érdekesebb, ha megnézzük a tábornok úr hivatalos életrajzát, ami nem tipikus. Kósa György tűzoltó dandártábornok életrajza szerint azzal büszkélkedhet, hogy széleskörű alsó, közép és felsőszintű vállalatvezetői, oktatói gyakorlattal rendelkezik, és 90 és 2002 között a Magyar Posta RT-nél különböző vezetői funkciókat töltött be, aztán a Pécsi Tudományegyetem volt, egyetemen volt távoktatási programigazgató, aztán különböző gazdasági társaságoknál töltött be elnök vezérigazgatói beosztást. A katasztrófavédelem közelébe csak 2010-ben került, akkor sem mint rajparancsnok vagy ügyeletes tiszt, hanem mint a ma az ERT állami felügyeletét ellátó bizottság vezetője. De ez a két év már is elég volt ahhoz, hogy Kósa György országos iparbiztonsági felügyelő legyen. Tévedés ne essék, én nem akarom kétségbe vonni a vállalatvezető ismereteit, de hát azért már mégis erősen kételkedek, hogy vállalatvezetői tapasztalatok alkalmassá tesznek-e bárkit is mentési munkálatok irányítására és szervezésére. Kérdezem ezért, miniszter urat, hogy ön szerint helyes személyzeti politika, ha valakiből alig két éves szolgálat után egy rendezési szerv egyik legmagasabb beosztású vezetője lesz? A vállalatvezető ismeretek ön szerint alkalmassá tesznek-e bárkit is katasztrófa helyzet esetén a mentési munkálatok vezetésére? Illetve lehet-e köze az elég komoly fluktuációnak és személycserének ahhoz, hogy a katasztrófa védelem március 14-én nem tudta megakadályozni ezt a helyzetet, illetve nem tudott elvárható gyorsasággal a bajba jutottak segítségére szietni? Kérem válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lukács képviselő úr. Válasz...